Van egy szép mondat a Jelenések könyvében, így hangzik, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek és vele vacsorázok, és ő én velem. Ismerősnek hangzik. Valahogy ez a kép van benne most így adventben, hogy ha az adventi időt most kellene hasonlítanom valamihez, akkor talán az ajtóhoz hasonlítanám. És miért pont az ajtóhoz? Azt hiszem, hogy az ajtó mindkét irányból kifejezi azt, amit az advent. Mert egyfelől ajtó előtt, mikor állunk, akkor gondolom, hogy te is voltál már így, hogy várakoztál, hogy nyíljon ki az ajtó, hogy mikor mehess be. Nyilván van az emberi oldalról a várakozás. De ugyanakkor ez a mondat, amit idéztem, ez a másik oldalt is hozza, hogy nem csak mi várakozunk, hanem Isten is várja, hogy mi beengedjük őt. Sokat gondolkodtam azon, hogy az ajtó az miért ilyen gyakori szimbólum a Bibliában, Jézus maga is használja, én vagyok az ajtó. És rájöttem, hogy gyakorlatilag három nagyon fontos szerepe van az ajtónak. Mert megnyit valamit, azaz szabadságot ad, nyitottságot ad. Tehát be is tudjuk zárni, tehát fontos, hogy biztonságot is ad. De ugyanakkor összeköt két teret, azaz kapcsolatot ad. És egy kicsit számomra az advent ilyen, hogy szabadságot ad, nyitottságot, de biztonságot és kapcsolatot összeköt. Igen, nekem is ismerősen hangzik ez a gondolat. Nem tudom, én például így arra gondolok, hogy nagyon sokszor úgy, ugye te is mondtad, hogy az ajtóban állok és zörgetek, milyen gyakran mi is kopogtatunk annyi minden után, vagy annyi minden fele, és hogy tényleg az advent az, ami így jobban rá segít bennünket, hogy kicsit meglássuk ugye a lényeget a mindennapok forgatagában. Nem tudom, így a nagy várakozásban most ennek az elején, ti hogy várakoztok, vagy te hogy várakozol? Hát nyilván, hogy megéljük ennek a mondatnak akár az üzenetét, hogy próbáljuk magunkat megnyitani. És ez a legnehezebb. Mert furcsa módon mindenki, és mi is ezzel úszunk egy picit a mindennapokban, ilyenkor akar mindenből többet. Több színt, több illatot, több ízt, több díszt, stb. És én újabban törekszem a minimalizmusra. És a családban is próbálkozom megélni, hogy legyen az a pillanat, amikor most nem a több kell, hanem a kevesebb. Mint a kisbőjt, ugye az advent, régebbi hívták, hogy ne a több kelljen, hanem a kevesebb. És ezt a gyerekeink nagyon mélyen megérzik. Mert ilyenkor aztán megnőnek az elvárások az iskolában, ilyenkor mindenki ilyenkor szervez mindent, műsort, stb. És nem könnyű megteremteni a kevesebbet. De például csináltunk ilyent a családban évekig, hogy 24 napos kihívás, és akkor minden napra volt egy feladat, és kihúztuk az aznapi feladatot, és azt végre kellett hajtani. Ilyen, úgymond, adventi kalendáriumként akár úgy is lehetne értelmezni. Pontosan. Igen, nekem is így a várakozás valahogy talán most annak a varázsa van így bennem, hogy
valahogy minden évben meg tud lepni, újra és újra, pedig már tényleg most már jó néhány évtizede csináljuk és éljük ezt, de mégis, hogy úgy hiszem, hogy minden ilyen adventi időszaknak van egy varázsa. Mert hogy mindig valamilyen adott életállapotban, vagy éppen helyzetben kap bennünket is. Én is azt látom, hogy nagyon fontos lenne ez a megnyitás, önmagunk megnyitása. Hát először is a Jóistennek, és persze akkor utána a körülöttünk élőknek, lévőknek. Nagyon érdekes, pont a napokban olvastam, igen, ha már ilyen jó beszélgettünk így veled, második János pápától azt mondta, hogy a legnagyobb börtön az az emberi szív, amikor magunkat bezárjuk és nem nyitjuk meg Isten fele, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog magunkat megnyitni. Én azt gondolom, ez a nyitottság, hogy a mondat a Bibliából azért tetszik, mert hogy ajtó előtt állok és zörgetek, hogy nem csak mi várakozunk, hanem Isten is vár ránk. Igen, hát azt hiszem, hogy ez méltóképpen elmondhatjuk is, méltóképpen készülhetünk erre, hiszen most már így ez a jó néhány hetes időszak arra a lehetőséget, legalábbis úgy mindenkinek az egyén életében, személy szerint, hogy egy kicsit jobban készítse a szívét először is, és utána akkor úgy a maga körül lévő életét, vagy lelkületét, vagy akár lehet ezt így fogalmazni, szerintem. És maga az ajtónak a szimbolikája is szerintem nagyon gazdag, ahogy te ezt így elmondtad, hogy mennyi mindenre nyithatunk, mennyi minden lehet a mi osztályrészünk, akár már most is, majd persze a nagy-nagy találkozásban egykor. Igen, hát talán azzal érdemes zárnom ezt a rövid beszélgetést, hogy az ajtó az a közelség is, hiszen valaki nagyon közel van, egy ajtónyira van, hogy ilyenkor úgy érzem adventben, hogy Isten közelebb van hozzánk, mint a saját ingünk, ahogy mondta Luther Márton. Hát így legyen, azt hiszem, hogy így legyen.